ilyen egyszerű lenne, hogyha picit előrébb gondolkodnánk, és próbálnánk már megelőzni ezeket a betegségeket. Nagyon szépen köszönöm a doktornőnek és doktornak, hogy fölvállalta ezt az ügyet, és én bízom benne, hogy valóban sikerül fölhívni a figyelmet, hiszen mindannyiunk körül ott vannak azok az anyák, feleségek, lányok, akiket mi férfiak is aggódunk. Kiemelt figyelemfelhívó rendezvényeink, dohányzás ellenes világnak, füstmentes világnak, rajzpályázat kiírása óvodásoknak és általános iskolásoknak, összefogás az emlőrák ellen szimpózium és séta, ez most 28-án lesz, aztán lesz a 10.000 lépés program keretében, prosztatarák, mozgással a jobb életkilátásért, ez pedig november 25-én, ez is egy elég nagy szabású, tavaly például 190-en vettek rajta részt. A megmozdulások lényege, tehát miért is csináljuk ezt a sok mindent, egyrészt saját magunkért is, nagyon jó összejönni a beteg társainkkal, esetleg a nem betegekkel, de szinte elmondhatjuk, hogy minden család érintett ebben a betegségben. Tehát a megmozdulások lényege, a figyelemfelhívás, a rák korai felismerése a kulcsa a gyógyulásnak. Ezért szükséges a szűrés, szűrni csak azt lehet, aki megjelenik. Milyen tünetei vannak az emlőráknak? Az emlőrák korai szakaszában teljesen tünetmentes lehet, csak szűrővizsgálatra fedezhető fel. Figyelmeztetjük el, ha csomó tapintható a nyelven, az emlő alakja torzul, zsugorodik, a bingó vagy az emlőbőre behúzottá válik, az emlőbőrén olyan seb jelenik meg, melynek nem tudjuk az okát, nem gyógyul. A köztudatban az emlőrák első jele a nyelven megjelenő csomó. Azonban számos, kevésbé nyilvánvaló tünet is utalhat nyelvánkra, mint például a bőr elváltozásai. A nők nagy része maga fedezi fel emlődaganatát úgy, hogy csomót észlel a mellében. Ez sajnos az esetek jelentős részében már későn történik meg, ráadásul még ekkor is sokan halogatják az orvoshoz fordulást. Az emlőrák diagnosztizálásakor az idő létfontosságú. Tünetek észlelése esetén, vagy akár csak gyanú esetén, legrosszabb választás a halogatás. Ismerje fel a tüneteket, és cselekedjen gyorsan. Ne féljen, vagy szégyeljen haladéktalanul orvoshoz fordulni. Ezen tünetek valamelyikének észlelése még nem jelent feltétlen rákot, azonban egy orvosi konzultáció létfontosságú lehet. Állnám és nézzük a vállapat, vállra tesszük a kezünket, előre összeérintjük a tünyökünket, hátra nagy körzésbe, tágítsuk a mellkasunkat. Akár légzéssel is összekötetjük, kifújjuk a levegőt, hátra visszük, akkor van a belégzés. Azaz mehet ellenkező irányba is. Nagyon jó, aki nagyon ügyes, megpróbálhatjuk nyújtott kézzel, jó, nagy levegő, és megy hátra. Egy kicsit nehezebb. Jó, visszafele is. Jó, nagy körzésekkel. Thank you.